Sziasztok! Normálisan nem egy ilyen konyhában szoktam főzni. Nagyon szép ez a konyha, nagyon tetszik. De hát a saját konyhámban nem tudnánk megvalósítani azt, ami miatt most itt vagyunk. Méghozzá egy videoblog forgatása. Főzni sem mikroportban szoktam egyébként, de hát ez is elengedhetetlen kellék ahhoz, hogy az, ami most új és elindul az életemben, az létrejöjjön egy videoblogot indítok, még hozzá a piros kosarát. Ebbe a kosárba, ez egy virtuális kosár, nyilvánvalóan belekerül minden és mindenki, ami engem a gasztronómiában érdekel. A minőségi alapanyagoktól a minőségi készételekig bármi. És szeretném megmutatni azokat az embereket is, akik a háttérben dolgoznak, akik üzemeltetik ezeket az éttermeket, akik elkészítik nekünk azokat az alapanyagokat, akik mondjuk termelnek bármit, olyat, ami minőségi és igazán finom. Szeretném ezeket az embereket bemutatni, a motivációjukat, hogyan kezdték, miért csinálják. Ezen kívül nyilvánvalóan az is a célom, hogy sok ízt, íz kombinációt, minden ilyesmit megmutassak, újdonságokat, érdekességeket. És a fő csapásvonal, ami miatt azt gondoltam, hogy ez még pluszban érdekes lehet, az az, hogy évek óta glutén és tejmentesen főzök. És gondoltam, hogy az ebben szerzett tapasztalataimat adom át azoknak, akik kénytelenek így élni, főzni, vagy egyszerűen csak lemondtak akár egyik, akár másik alapanyagról. Úgyhogy most is már itt előkészültünk egy glutén- és telmentes fish and chips készítésére, és egy nagyon jó íz kalandozásban lesz részünk, úgyhogy tartsatok majd velem!